Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülünk, hogy így együtt lehetünk személyesen is, és szeretettel köszöntjük azokat is, akik a képernyők előtt csatlakoztak a koncertünkhöz. Feljött immár az a csillag, ez a műsorunknak a címe, és ezt az anyagot múlt év nyarán kezdtük el megalkotni, hiszen Grillus Dániel felkért minket, hogy a karácsonyi kislemes sorozatának az akkori új részét alkossuk meg. Izgalmas folyamat volt egy nyári meleg hőségben alkotni karácsonyi zenét. Én nagyon megörültem ennek a felkérésnek. Egyrésztről nagyon hiányoztak a koncertek, az alkotási folyamat, és új zenei témák is mozgolódtak bennem ez időtájt, úgyhogy a Szabó Dánielnek meg is mutattam, címbalmosunknak, ezeket az anyagokat, és ő egy nagyon szép köntöst varázsolt azokhoz a kis magokhoz, kezdeményezésekhez, zenei ötletekhez, amiket neki megmutattam. És nem is titkolt szándékunk, hogy ezt az új zenei hangzást, amit létrehoztunk, ezt a továbbiakban is folytassuk. Ezért készítünk versfeldolgozásokat is Sebő Ferenc nyomán, és ezeket is majd szeretnénk megmutatni önöknek, nektek. A műsorunkat egy ilyen versfeldolgozással fogjuk kezdeni. Mivel a koncert alatt nem fogok konferálni, ezért most szeretném elmondani, hogy a műsor után az emlegetett lemezt itt a bejáratnál meg tudják vásárolni, illetve a másik kettőt is, amit együtt csináltunk a zenekarral. És hogyha a 7-7-es kisbabám megengedi, akkor lehet majd esetleg dedikálást is kérni. És hát ezúton köszönöm neki, hogy első este volt, amikor átaludta az éjszakát, 6 órát aludtunk, úgyhogy nagyon készült ő is erre a mai esti koncertre. Szoktuk emlegetni, hogy a karácsony, az elcsendesedés, befele figyelésnek az ideje, és egy csomószor érzem azt, hogy mégsem sikerül az az állapot, amiről mondjuk nyilatkozom, hogy szeretném elérni, hogy úgy méltóképpen, szívemben teljesen érkezzek meg az ünnepre, de mindig azt érzem, hogy hát majd jövőre pótlom ezt az élményt, és megtettem, amit tőlem telle, de ebben a rohanó világban ennyire sikerült. Azt gondolom, hogy most viszont mindannyian érezhetjük azt, hogy nem mondhatjuk azt, hogy jövőre majd más lesz, hiszen a múlt évben azt gondoltuk, hogy majd a jövő évi karácsony sokkal jobb lesz, mindenki egészséges lesz, és nem lesz ilyen nehéz élethelyzet, de most már mindannyian megérezzük a súlyát, és azt, hogy valóban minden más lesz innentől kezdve, és erre kell felkészülnünk. Úgyhogy azt érzem, hogy nem lehet tovább halasztani azt, hogy az emberek megpróbáljanak valóban az igazi szeretetbe megérkezni, és én ezt próbálom majd magamban előhívni, és bízom benne, hogy ez a koncert is ad önöknek, meg nekünk, zenészeknek is egy kis segítséget arra, hogy egy kicsit utazzunk e felé. És hát szeretnénk olyan életet élni, olyan valódi szeretetben, amit a Jóisten szánt nekünk. Ugyan nem lesz konferálás a koncert alatt, tehát most beszélek utoljára a műsor alatt, hogyha úgy érzik, hogy szívesen tapsolnak, tetszik, amit hallanak, akkor egészen nyugodtan megtehetik, annak ellenére, hogy nem fog átkötő szöveg elhangzani. Ahogy említettem a konferálásom elején, ez egy kislemez lett, így a műsorunk első száma egy vörös versfeldolgozás lesz, ének a határtalanról, ezt követően pedig református énekátdolgozásokat fogunk eljátszani népzenei kísérettel, és ennek a hangszerelését, a zeneszerzését Bolya Mátyás és Szabó Dániel készítették el, kérnék nekik egy nagy tapsot. És még a ma este kiváló zenésztársaim szintén Nyitrai Tamás, Fekete Márton, Lelkes András és Hargitai Halászi Lehel.
A világi témákból fokozatosan fogunk megérkezni az adventi fénybe, ugyanúgy, ahogyan majd mögöttem láthatják az adventi koszorún, fokozatosan gyulladnak meg a gyertyák, és mi is témában egyre inkább közeledünk a karácsony szép üzenetéhez, hogy megszületett a megváltó. Jó szórakozást kívánunk, szép zenei utazást kívánok mindenkinek! Amikor még senki se voltam fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én, hogy majdnem valaki lettem kő, durva kő, hegylejtőn jégerezetten hömpölygetett nagy erő. És végül élni derültem láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben kutatom valódi hazánk. S végül élni derültem láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Majdnem valaki lettem kő, durva kő, hegylejtőn jégerezetten hömpölygetett nagy erő. És végül én ide rültem láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. És végül élni derültem láng, bőre láng, szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk.
lázám, mindig hozzá folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom, számtalan kínokban valik, bűneimért kitérdemlik, de ismét megkönnyebbülik, mihelyt vigasztalást hallik, nagy erősen. Kegyelmes ígéretével, bátorítám szent lelkével. Csoda irgalmasságodat, vészen bizodalmat, én lelkem minden oltalmat. Ó, népeknek megváltója, jövel szűznek szent magzatja, mert mindez világ csodája. Istennek szűztől lesz fia, atyától lőn ki jövése, és ahhoz lesz megtérése, pokolig lőn leszállása, de felmégyen mennyországba. A te jászlad immár fénylik, az éj megvilágosodik, homály sötétség távozik. A hitnek világa fénylik. De igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni, szent nevedet dicsérvén magasztani. Világon hirdetni, igen, reggel irgalmadat hirdetni, igen, reggel irgalmadat hirdetni, szent nevedet dicsérvét magasztalni, és mindenütt e világon hirdetni. Csodaképpen én vigasztalást vészek, cselekedet idre, hogyha tekintek, kezeidnek munkájában örvendek, teremtőmnek, megváltomnak éneklek, kezeidnek.
sötétségben, maradjunk igaz hitben. Szented meg mi szívünket, világosítsd el minket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket.
elém. Karácsony, 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 mint koldus kézbe illatos kalács. Thank you.
gyönyörű szép lány, de nagyon sírdogál. Aranypárt a fején karkötő aranyszál, szüzesség rózsája kinyílt a pólyába, mennyország királya fázik a jászolyba. Jönnek jó királyok aranyos ruhákban, az áldott pásztorok szép selyem ruhákban, tisztán tiszta gyulcsban hajad.
Üdvözlégy, kis Jézuska, üdvözlégy, ó kis baba, miért fekszel a jászolba, a hideg istállóba, hol a fényes palota, hol a kényes nyoszolja, hol a népes mézecske, vajjaj vázolt köcsöge. Akadnánk jobb országra, mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét, szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. Feljött immár az a
nem fogadta semmi pompa, nem fogadta semmi pompa. Bifektették a jászolyba, bifektették a jászolyba. Thank you.
Sarkadi Szabó Aliz, Nyitrai Tamás, Fekete Márton, Lelkes András, Bolya Mátyás, Szabó Dániel, Hargitai Halászi Lehel. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmét, áldott karácsonyt kívánunk!